Folytatjuk a délelőttet, és ahogy már mondtam, a nagy magyar filmtesztről fogunk beszélgetni. Itt van már velem a stúdióban a Diák Újságírók Országos Egyesületének alelnöke, Szajli József. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, köszöntöm a nézőket is! A Diák Újságírók Országos Egyesületéről már beszélgettünk itt korábban a délelőttben, de azért egy kicsit elevenítsük fel, hogy mivel foglalkoznak, kik ennek az egyesületnek a tagjai. Az egyesület most már Magyarország legnagyobb újságíró szervezete, legalábbis ami a taglétszámát illeti. Fiatalokkal, diák újságírókkal, diákrádiósokkal, vloggerekkel, tehát diák médiásokkal foglalkozik, és nekik próbálunk meg szakmai segítséget nyújtani különböző szakmai képzéseken, egyéb programokon keresztül, és hát a legnagyobb ilyen szakmai programunkkal, az Országos Ifjúsági Sajtófesztivállal, mely a diák médiások legnagyobb éves seregszemléje, és ez minden évben májusban van Budapesten, valamint már egy több mint 30 éves hagyományra visszatekintő országos diákmédia táborunkkal, ami nyáron egy 10 napos szuperintenzív képzés, ahol a gyakorlatban próbálhatják ki a fiatalok a média, az újságírás, rádiózás, tévézés műhely titkait. Itt mondta, hogy a legnagyobb újságíró szövetség ez Magyarországon, diákokról van szó, de hát mit akar ez a diák korosztályt? Kik a fő célközönség, vagy kik a fő tagok? A fő célközönség az a középiskolások és az egyetemisták. Talán ez onnan is jön, hogy ezt az egyesületet 1989-ben alapítottuk néhány barátommal, és magam akkor már a Magyar Rádióban dolgoztam, és ifjúsági műsorokat készítettem. De igazából a rádiózásnak a szerelme, szeretete az úgy jött számomra, hogy középiskolában betévedtem az iskola rádió stúdiójába, és akkor még azt gondoltam magamról, hogy majd villamosmérnök leszek. Érdekelt a technika, de aztán észrevettem, hogy van ott egy üvegfal, amögött van egy mikrofon, és ott bizony nem csak technika van, hanem lehet más dolgokkal is foglalkozni, például érdekes dolgokat mondani a hallgatóknak. És aztán végül is ott ragadtam, és diákrádiósból lett belőlem rádiós, később a Petőfi Rádiónak lettem a főszerkesztője, majd a Magyar Rádiónak a műsorokért felelős alelnöke. Tehát azt hiszem, hogy az életem azt példázta, hogyha valaki középiskolás korában, egyetemista korában beleszeret ebbe a szakmába, akkor attól nem fog tudni szabadulni. Nos, ez hozta az ötletet, hogy csináljunk egy ilyen egyesületet, ahol a fiataloknak lehetőséget adunk arra, hogy ebbe egy kicsit belepillancsanak. A középiskolában működnek még hasonló iskola rádiók, mint mondjuk az ön korában, vagy ahogy ön mondjuk beleszeretett akkor a rádiózásba, vannak még hasonló történetek, vagy vannak iskola újságok? Abszolút, nem is egy. Az egyesületünknek, a DUE-nek egyébként élő kapcsolata van 220 ilyen iskola rádióval, tehát szép számban vannak szerte az országban. Diáklapokból pedig még több, 400-500 jelenik meg rendszeresen középiskolákban, egyetemeken, úgyhogy bőven van, és hát természetesen most már ez tolódik egyre inkább az online felé, tehát nagyon sok középiskolában, egyetemen van vlog, blog, tehát online diáklap. És 2013 óta pedig minden évben megrendezik ezt a nagy magyar filmtesztet. Ennek mi a célja, vagy itt miről szól ez a teszt? Hát 2013 óta ilyen teszteket szervezünk. Mi elsőként 2013-ban a nagy diák IQ-tesztet szerveztük meg. A nagy diák IQ-teszt az egy roppant népszerű játék volt, olyan sokan szeretik megmérni az IQ-jukat, hogy körülbelül az milyen magas, érdekli a fiatalokat, és hát azt vettük észre, hogy nagyon sokan bekapcsolódtak ebbe az online tesztbe, ami egy országos játék volt, több mint 20 000-en töltötték ki online az IQ-tesztet, amit a Mensa Hungarikával közösen csináltunk, ugye ők Magyarországon az IQ-nak a szakmai gazdái, és aztán utána a középdöntőben több mint 1000-en mérték össze a tudásukat, eljutottak a döntőbe, ahol több százan vettek részt, 135 pont fölötti IQ-val. Az egy nagyon magas szám, nem tudom, tudja, hogy az emberiségnek hány százaléka tartozhat ebbe. Nagyon kevés. Picike. 1% van 135 pont fölött, és több száz ilyen fiatal jött össze, vett részt a döntőben, és aztán meghirdettük az év fiú és lány diák IQ bajnokát. Ez zajlik 2013 óta, és mivel ez ilyen sikeres volt ez a teszt, ezért azt gondoltuk, hogy ezt a formátumot különböző témákra lehetne adaptálni. Mik voltak az eddigiek? Tavaly megcsináltuk például a nagy diák 56-os tesztet.
1956-60. Évfordulóját ünnepeltük, és az 56-os emlékbizottsággal karöltve azt gondoltuk, hogy kipróbáljuk, hogy hát ha ezzel a formátummal a nagydiák 56-os teszttel közelebb lehet hozni ezt a témát a diákokhoz, és egy kicsit a történelmi ismereteiket lehet bővíteni. Most emlékszem rá, és én is kitöltöttem ezt a tesztet, nem szerepeltem olyan hű de jól, de emlékszem, hogy időre kellett ezeket a kérdéseket kitölteni, így és van. Azért nem volt olyan egyszerű. Igen, nem volt könnyű a teszt, de hát igazából nem is az volt a cél, hogy köztudomású dolgokra kérdezzünk rá, hanem olyan dolgokra, amiből esetleg tanulni is lehet, és akkor biztos megtapasztalta, hogyha nem sikerült egy kérdést eltalálni, akkor a végén leellenőrizhette, hogy mi az, amit tudtam, és megadtuk a helyes választ is. Tehát kvázi, aki kitöltötte a tesztet, és nem sikerült olyan jól, az is tanult belőle. De na azért most... elég stresszes, amikor megy a visszaszámláló, hogy mennyi ideje maradt még az embernek, és ott gyorsan kell kattintani. Nehéz ez így a teszt van. Azért. 24 kérdése kellett akkor egyébként választ adni az online játékba. Ugyanilyen volt idén tavasszal a nagydiák kereszt teszt, amit a Generáljúval és az Országos Balesetvédelmi Bizottsággal együtt készítettünk el. Ott is 24 kérdésre kellett válaszolni, ugye a keresztnél ott kicsit talán jobban adja magát a teszt formátum, és most pedig a Nagy Magyar Filmteszt diákoknak című játékot indítottuk el, amelyik most egészen január végéig fut online formában. Most lehet a filmteszt.hu oldalon kitölteni ezt a 24 kérdésből álló tesztet, ami elsősorban magyar filmekre és a magyar filmtörténetre kérdez rá. Itt milyen filmekről van szó, hogyha valaki szeretné kitölteni ezt, akkor meddig kell visszamenni mondjuk így filmtörténelembe, vagy a magyar filmtörténelembe? Hát mondhatjuk azt, hogy a kezdetekig, de a kérdések egyébként vegyesek. Ez egy adaptív teszt, tehát hogyha kétszer kitölti valaki, akkor nem ugyanazokat a kérdéseket fogja majd kapni. Van néhány kérdés ismert régi magyar filmekről is, de természetesen napjaink filmjei, színészei és rendezői is szerepelnek a kérdések között. A diákok, ez a középiskolás korosztály mennyire ismeri a régi filmeket, vagy ezeket a fekete-fehér filmeket, vagy mennyire nyitottak erre? Hát igazából mi nagyon kíváncsiak vagyunk, mert ez a teszt egyben erre is választ fog adni, de együttműködünk a Vizuális Világ Alapítvánnyal, akik segítettek a kérdéseknek az összeállításában, és az ő munkatársai közül többen médiaismeret tantárgyat is oktatnak középiskolában, és azt mondják, hogy azért az átlag középiskolások az emblematikus magyar filmeket azért ismerik jó esetben. És hát együttműködve készítjük ezt a Nagy Magyar Filmteszt diákoknak című programot a Magyar Nemzeti Filmalappal, és hát a Nemzeti Filmalapnak amellett, hogy a szakmai és anyagi támogatását is bírja ez a teszt, ők is borzasztó kíváncsiak arra, hogy vajon a fiataloknak mennyi ismerete van a magyar filmekkel kapcsolatban. A cél természetesen az, hogy minél több ismeretük legyen, és ezen kívül, hogy minél inkább szeressék meg a magyar filmet, egyre több és egyre jobb magyar filmek készülnek, és mi azt szeretnénk, és a Magyar Nemzeti Filmalap is azt szeretné, hogyha minél több fiatal jutná a moziba és nézne meg magyar filmeket. November 15-e óta elérhető ez a filmteszt, és egészen majd január 31-ig lehet kitölteni. Ezután mi következik? Hogyan megy tovább ez a verseny? Ez az online forduló, ugye bárki kitöltheti. A játékban egyébként a 14 és 20 év közötti fiatalok vesznek majd részt, legalábbis a második és harmadik fordulóban. Mert az online teszt kitöltés után a legjobb eredményt elért 1000 versenyzőt meghívják majd a második fordulóba. Ez a Magyar Film Hét előtti időszakban, február végén lesz majd, várhatóan Budapesten, és ott az 1000 meghívott egy újabb ilyen játékos teszten vesz majd részt, ahol kiderül, hogy ki a 20 legjobb, akik a legtöbb ismerettel rendelkeznek a magyar filmekkel, és utána ők egy nagyon szórakoztató kvízjátékban vesznek majd részt, és úgy derül ki, hogy kik lesznek majd a filmtesznek a nyertesei. Nyertesek mit kapnak, vagy mindig van egy fődíj, mindig van egy díj, amiért hajtanak? Igen, hát manapság talán a legvonzóbb dolog a mobileszköz. Méghozzá a mobileszközök annyiban kapcsolódnak ugye a filmhez, filmkészítéshez, filmezéshez is, hogy azok most már profi kamerákkal és fényképezőgépekkel rendelkeznek. Úgyhogy egy professzionális ilyen berendezés fog kapni az illető, aki egyben telefonálhat is rajta, internetezhet rajta, de akár a saját kis filmjét is leforgathatja vele. Hát akkor nem csak a
14-20 éves korosztály töltheti ki ezt az online tesztet, tehát itt is mondjuk a Bónum szerkesztőségében bárki kitöltheti, bárki, vagy a nézők is. Nagyon szépen köszönöm az elnök úr, hogy eljött hozzánk, és akkor további jó tesztelést kívánok. Köszönöm szépen, én is mindenkinek jó tesztelést kívánok. Nagyon könnyű megjegyezni egyébként a tesztnek a nevét, www.filmtest.hu, online eszközön, tehát mobiltelefonon vagy asztali gépen is kitölthető. Én bátorítok mindenkit, ha nincs is ebben a versenyző korosztályban, lehet, hogy nem ő fogja megnyerni a fődíjat, de hogy nyerni fog a teszt kitöltésével már önmagában is az egész biztos. Köszönjük szépen, hogy eljött hozzánk. Én is köszönöm.